Grecsó Krisztián visszatérő vendége Nyíregyházának. Az irodalombarátoknak korábbi találkozások során megjelent könyveiről szólt az író, most azonban zenészként is bemutatkozott a közönség előtt. Az Élet és Irodalom szerkesztője szerint a versek könnyebben eljutnak az olvasókhoz, ha azokat nem csak a könyvlapjain látják, hanem megzenésítve hallják is. Sokkal, de sokkal könnyebb elsőre befogadni, ha a zene segít. Ezek nyilván olyan megzenésítések, ahol a szöveget hagyjuk élni, tehát azért, hogy a versek tudjanak működni, és így nyilván tud dolgozni az emberekbe azonnal, tehát hogy mintha értelmezni segíteni a hangulatokat, és ez nyilván jól esik az embereknek. Grecsó Krisztiánt régi barátság fűzi Kollár Klemenc Lászlóhoz, a Kistehén zenekar lelkéhez, akinek az idén jelent meg novellás kötete Miért távolodnak a dolgok címmel. A szerző előadásában a dalok mellett a kötetben olvasható írások is elhangzottak. Fontos ez az intim kapcsolat a közönséggel, amit itt nagyon könnyen ki lehet alakítani, és szóval mindenképpen hozzám sokkal közelebb áll. A korom miatt is már, meg nem egyébként is, szóval egyszerűen nem nagyon szeretem a tömeget. Szeretem ezt a kis légkört, szeretem, amikor lehet érezni az emberek gond, sokkal jobban az emberek gondolatát, az, hogy mit éreznek, sokkal jobban lehet reflektálni mindenre. Grecsó Krisztián legutóbbi regénye Megyek utána címmel 2014-ben jelent meg. A szerző már dolgozik új kötetén, és azt is elárulta, hogy 2016 tavaszán az olvasók már kezükbe vehetik majd legfrissebb művét, melynek címe Jelmezbál.